Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Lázár János Szekszárdon átveszi az állam az úszoda beruházást. Országjárás kezdődött a héten, Tamásiba látogatott a miniszterelnök politikai igazgatója. Módosításra volt szükség, a helyi esélyegyenlőségi programon változtattak Bátaszéken. Az időseket köszöntötték Kétyen, az önkormányzat ebéddel és koncerttel kedveskedett a résztvevőknek. Orbán Viktor miniszterelnök személyesen nyújtja be azt a parlamenti előterjesztést, mely alapján az épülő szekszárdi uszoda beruházást átveszi az állam. Ezt Lázár János jelentette be a Tolnai megyeszékhelyen szerdán. A miniszter több folyamatban lévő építkezést is személyesen tekintett meg. Először is a miniszterelnök úr üdvözletét. Hagyja már neked meg a jó kívánságért. Jó egészséget kíván neked. Orbán Viktor személyes jó kívánságát tolmácsolta Ács Rezsőnek Lázár János. Az építési és beruházási miniszter szerdán látogatott el a Tolnai megyeszékhelyre. Programja részeként elsőként a megyei város vezetőivel egyeztetett a már folyamatban levő beruházásokról. Arra felé van egy tömörraktár, ez két emelés magasan 700 méter. Oda megy a levéltár. Ezek a felvételek már az épülő tudásközpontban készültek. A szaktárca vezetője személyesen tekintette meg a 2023 elkészülő kulturális létesítményt. Az uszodába is ellátogatott a miniszter. Lázár János ott arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel már egyeztetett arról, milyen feltételekkel veszi át az állam a beruházást. A miniszterelnökkel tegnap délután beszéltem, és abban maradtunk, hogy a kormány előtt terjesztjük Orbán Viktor javaslataként, hogy a szekszárdi beruházást, az uszoda beruházást vegye át a magyar állam, a hozzám tartozó beruházási ügynökség vegye át a megvalósítását, tehát az építési minisztérium fogja befejezni az építkezést, és amikor az építkezés készen van, legalább még egy-másfél évnyi munka van hátra, tehát 2024 tavaszára tudjuk garantálni, hogy a beruházást befejezzük, akkor ez a beruházás maradjon állami tulajdonban és állami üzemeltetésben. Lázár János arról is beszélt, áttekintették a legfontosabb szekszárdi beruházásokat, és a még tervezés alatt állókról is egyeztettek. 23-ban befejeződik minden folyamatban lévő beruházás, bölcsődefejlesztés, óvodafejlesztés, a tudásközpontnak a fejlesztése, illetve az ipari park fejlesztése, amely egy nagy gazdasági lehetőség Szekszárd városa számára. 24-ben meg fogjuk építeni az uszodát és átadjuk a közhasználatára ezt a létesítményt, úgyhogy az állam tartja fönn és az állam működteti. 26-ra pedig a szülészeti nőgyógyászati osztályon is létre kell hozni az új osztályt és az új egységet. Azért jöttem, hogy a miniszterelnök megbízásából a jó kívánságok és a jó egészség kifejezése mellett erről biztosítsam és erről tájékoztassam Szekszárd minden polgárát. Horváth István Szekszárd országgyűlési képviselője azt emelte ki, az egyik legfontosabb cél, hogy a helyi kórház járóbeteg ellátását nyújtó épülete is teljesen megújuljon néhány éven belül, valamint az úthálózatot is fejlesszék. Ezeket a beruházásokat is szeretnénk megerősíteni. Volt szó arról, hogy milyen infrastruktúrális beruházások vannak a városban. Hamarosan elindul a Keselési útnak a felújítása egy kerékpársávval egészen a Duna töltésig, ez is egy fontos infrastruktúra beruházás. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt az egyeztetések után, hogy a Tolnai megyeszékhelynek a korábban tervezetnél is fontosabb szerep juthat a paksi atomerőmű bővítése során. Mi a paksi atomerőműnek a háttérbázisa leszünk, gyakorlatilag az ott élők és az ott dolgozók is jöhetnek Szekszárdra, ez a szabadidő hasznos eltöltése terén, és hát teljes mértékben az egészségügyi háttér egyértelmű biztosítása. Ebből profitál Szekszárd is, és a környéknek a lakossága, úgy mondhatnám, hogy inkább a megye. A szekszárdi uszoda ügyét várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány. A beruházás átvételére ezt követően kerülhet sor. A kormány úgy döntött, hogy a friss tojásra és az étkezési burgonyára is kiterjeszti az árstoppot az év végéig, jelentette be Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, a szerdai kormányinfón Budapesten. Gulyás Gergely elmondta, a két termék esetében az üzletben, bevásárlóközpontban vagy csomagküldéssel folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a 2022. szeptember 30-án alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál nem lehet magasabb.
biztosabb. Közölte, a piacokra nem vonatkozik a szabályozás. A miniszter jelezte, az intézkedéssel az infláció megfékezéséhez szeretnének hozzájárulni. Kedden a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elfogadta az ipari park fejlesztésére kiírt közbeszerzést, így még novemberben megtörténhet a szerződéskötés és a munkaterület átadása, tette közé Szekszárd város önkormányzata közösségi oldalán. A szekszárdi ipari parkban 2,8 milliárd forintból három új termelő tevékenységre alkalmas csarnok épül. A beruházáshoz Magyarország kormánya 684 millió forint többlettámogatást biztosított. A fejlesztésnek a csarnokok mellett része egy másfél kilométeres járda és több száz méter közművezeték kiépítése. A térség és a város szempontjából jelentős gazdasági fejlesztés a korábban megvalósult elektromos hálózatbővítéssel, csarnokfelújításokkal és térfigyelő kamerarendszer kiépítésével együtt korszerű infrastruktúrát biztosít az 50 hektáros ipari parkban működő 500 embert foglalkoztató 27 vállalkozás jövőbeni beruházásaihoz, és vonzóvá teszi a területet a városba érkező új befektetők előtt. Az energia áremelkedések miatt megváltozik a Vosinszky-Mór megyei múzeum kiállítóhelyeinek nyitvatartása. 2022. november 15-e és 2023. április 17-e között az Irodalomháza, a Babits Mihály Emlékház és az intézmény vármegyeházi kiállításai zárva tartanak. Ezeken a helyeken található tárlatok megtekintése csak előre bejelentett csoportok számára lesz lehetséges. A Vosinszky-Mór megyei múzeum főépülete 2022. november 15-e és 2023. április 17-e között kettől szombatig tart nyitva, délelőtt 10-től este 5 óráig. A kiállításokon 15 fok körüli lesz a várható hőmérséklet. Az országot érintő aktuális kérdésekkel indultak országjárásra kormányzati szereplők, országos politikusok, helyi politikusokkal együtt. Tolna megyében elsőként Tamásiban, többek között a nemzeti konzultációval kapcsolatban tartott fórumot Orbán Balázs, Magyarország miniszterelnökének politikai igazgatója. Tamásiban teltház előtt zajlott a héten kezdődött országjárás, amelynek keretében kormányzati szereplők és politikusok hazánk minden táján fórumokat tartanak. Tolna megyében ez volt az első ilyen találkozó a Béri Balog Ádám Katolikus Gimnázium aulájában, ahol Orbán Balázs volt az előadó. A miniszterelnökség politikai igazgatója az ukrán-orosz háború kapcsán az Oroszországgal szemben elfogadott szankciókról is beszélt. Tekintettel arra, hogy a szankciók azok nem demokratikus döntés következtében lettek részei az európai mindennapoknak. Brüsszelből senki nem kérdezte meg az európaiakat, hogy egyetértenek-e a szankciók bevezetésével, mely szankciók bevezetésével értenek egyet, és mely szankciók bevezetését tartják inkább károsnak a saját országukra nézve, ezért ellenzik. Ilyen módon demokratikus döntés ezekben az ügyekben nem született. Ezért tartotta fontosnak a kormány a nemzeti konzultáció elindítását, amelynek kitöltésére bíztattak mindenkit a fórum alkalmával is. A rendezvényt megelőző sajtótájékoztatón Süli János, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, ilyen vidékjárásra nem csak kampányidőszakban van szükség. A lakosság aktuális tájékoztatására mindig szükség van, annál is inkább, mert ugye most a helyzet, mint tudjuk, hogy február 24-e óta egy háborús helyzetbe is kerültünk, várjuk ugye az uniós pénzeket is, egyébként Magyarország ellen több eljárás is folyamatban van, tehát van miről beszélgetnünk. Az országjárás folytatódik, választókerületenként a terület nagyságától függően egy vagy két rendezvénnyel várják az adott térségben élőket. Véradókat várnak november 10-én csütörtökön Szekszárdon. Jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. A területi vérellátóban reggel 8 és délután 3 óra között érkezhetnek azok, akik szeretnék karjukat nyújtani.
Szolgálaton kívüli rendőr talált rá Szekszárdon arra a nőre, akinek eltűnését épp pár perccel azelőtt jelentették be a megyei kórházból, közölte szerdán a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Az elmúlt napokban az egyenruhás Szekszárdon a Munkácsi utca és az Aliszka utca kereszteződésénél lett figyelmes egy zavartan viselkedő nőre, aki az út szélén sétált kórházi ruhában és köntösben. A rendőr azonnal a segítségére sietett és értesítette szolgálat lévő társait. Emellett időközben kiderült az is, hogy a nő eltűnését nem sokkal korábban jelentették be a kórházból. A szolgálatos járőrök és a mentők kiérkezéséig a rendőr az átfagyott és megrémült asszony mellett maradt, akit végül kórházba szállítottak, írják a közleményben. Egy teljesen új HEP, vagyis helyi esélyegyenlőségi program összeállítására hívták össze az illetékeseket Bátaszéken szerda délelőtt. A fórum során a program által támogatott hátrányos helyzetű lakosok hátterét megismerve tűztek ki olyan célokat, melyek könnyebbé tehetik a rászorulók életét. Minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programmal. Erről tanácskoztak szerdán Bátaszéken a Városházán. A fórumra meghívták a gondozási központ és a helyi oktatási intézmények vezetőit, képviselőit, hiszen többnyire ők vannak kapcsolatban azokkal az emberekkel, gyerekekkel, családokkal, akik részt vehetnek a helyi esélyegyenlőségi programban. Az ő helyzetüket átgondolva, megismerve, átbeszélve próbálunk olyan célkitűzéseket, terveket készíteni, ami előre mozdíthatja azt, hogy az ő életük is jobbá válhasson, vagy könnyebbé válhasson. Többnyire mentális és anyagi segítséget, támogatást is tudnak nyújtani annak, aki változást szeretne elérni az életében, de egyedül képtelen rá. Azért hívták össze most ezt a fórumot, hogy az elmúlt 2 év eseményeit és a jelenlegi gazdasági helyzetet is figyelembe véve módosítsanak a helyi esélyegyenlőségi programon. Az intézkedési terv az, amit ilyenkor átbeszélünk. Megnevezzük a feladatokat, megnézzük, hogy milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a feladatokat megvalósítsuk, határidőt tűzünk ki, és akkor végül is ez az alapja annak, ahogy ezt a programot működtetni tudjuk együtt. Az új HEP azonban csak akkor lép majd életbe, ha azt a város képviselőtestülete is megszavazta. Erre leghamarabb november végén kerülhet sor. A hagyományoknak megfelelően idén is épületfestő gyerekrajzpályázatot hirdettek Pécsett. A legszebb rajzokat a Széchenyi téri dzsámi homlokzatára vetítik az adventi időszakban. A kiíráson az ország bármely részén élő óvodások és általános iskolás tanulók indulhatnak rajzaikkal. Tavaly több mint 3000 gyermek nevezett az adventi pályázatra az ország minden szegletéből. A rajzok elkészítéséhez a gyerekek a pécsi főtéren álló dzsámi mintasablonját használhatják, melyet tetszés szerint színezhetnek ki. A cél, hogy minél hangulatosabb, szebb, az ünnep és a hely szellemiségéhez illeszkedő alkotások jöjjenek létre. A kiírók azt javasolják az indulóknak, hogy a rajzok kövessék a dzsámi épületének formavilágát, legyenek minél részletesebbek és színesebbek, hogy az épületfestés ezáltal látványosabb lehessen, és hozzájárulhasson a Széchenyi téren decemberben zajló adventi vásár hangulatához. A pályamunkákat november 20-áig várják elektronikusan, postán vagy személyesen leadva. Kétyen is felköszöntötték az időseket. Az önkormányzat ebéddel és koncerttel kedveskedett a résztvevőknek. A polgármester elmondása szerint nagyon fontos, hogy évről évre meglepjék, illetve tiszteletüket fejezzék ki a falu szépkorú polgárainak. Többek között sertéspörkölttel készültek az időseknek Kétyen a művelődési házban. Bár kicsit megkésve, de a faluban is köszöntötték a szépkorúakat. A település polgármestere azt mondja, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban sok problémával kell megküzdenie az önkormányzatnak, mindenképp szerették volna megtartani a programot. Az a célunk, hogy legalább ha máskor nem egy évben egyszer, aki el tud jönni, az jöjjön, és megismerkednek, látják megint egymást. Vannak olyanok, akik már régóta nem találkoztak, már a falu alsó végén lakik, illetve a falu felső végén lakik, és akkor így próbáljuk őket egy kicsit kimozdítani otthonról.
Az önkormányzat a Nemzeti Kulturális Alappályázatának köszönhetően egy koncerttel is tudott kedveskedni a falu idős lakóinak. Szeretem őket látni legalább egyszer, illetve meglátogatni őket legalább egyszer, illetve az is nagyon fontos, hogy érezzék, hogy a közösség valamilyen formában számít rájuk, megemlékezik a munkájukról, és érezzék a tiszteletünket, szerintem, és ezt ezzel tudjuk a legjobban kifejezni. Az biztosan elmondható, hogy a rendezvény hátralevő részében a jó hangulaté volt a főszerep a Kétyi Művelődési Házban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Tartsák Pécsett a villamost, a polgármesterhez fordult a helyi képviselő felhívással. Túrázók a Zselicben, voltak, akik közel 40 kilométert gyalogoltak. Megérkezett Kaposvár karácsonyfája, már a Somogyi megyeszékhely főterén áll a monstrum. Vegye meg, ha kell, a város a pécsi villamost, de ne engedje az önkormányzat semmiképpen sem, hogy a járművet elszállítsák a Baranyai megyeszékhelyről. Ezt kéri a jobboldali helyi képviselő. Barkóczi Csaba szerint olyan látványosság lett a villamos az utóbbi években, és olyan ipartörténeti korszakot idéz, melyek miatt itt kell tartani. Szerinte néhány milliójába kerülne ez a városnak, ami apró pénz az önkormányzat költségvetésében. A pécsi villamost fotózza ez a nő a Ferencesek utcájában, azonban erre már nem sokáig lesz lehetőség. Mint ahogy már napok óta lehet róla olvasni a Pécs Aktuálban, elszállítják a Baranyai megyeszékhelyről a villamoskocsit még most novemberben. Az önkormányzati képviselő szerint ezt nem szabadna hagynia a városvezetésnek, hiszen egy helyi látványosság ma már a jármű. Turista csoportok, tényleg iskolás gyerekek itt körbeugrálják, felszállnak a villamosra, tehát egy élményt is jelent, egy ipartörténeti élményt is a pécsieknek. Éppen ezért arra kérjük Péter Fi Attila polgármestert, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ezt a villamost itt tudjuk tartani Pécset, ha kell, akkor akár vásárolják is meg ezt a városnak. Nem egy olyan jelentős összegről beszélünk, amit ne tudna kifizetni a város. Kérdés, hogy eladják-e a járművet, erről is kérdeztük a képviselőt. Mi úgy tudjuk, tehát azok az információk vannak elsősorban a most a villamost fenntartó egyesülettől, a Pécs és Térségek Közlekedésért Egyesülettől, hogy lenne rá mód, hogy megvásárolják, tehát hogy meg lehetne egyezni. Barkóczi Csaba nem akart összeget mondani, de úgy tudja, hogy néhány millió forintba kerülne a villamos megszerzése az önkormányzatnak. Kerestük a Pécs és Térsége Közösségi Közlekedésért Egyesületet is, akik önkéntes alapon működtetik a járművet, de eddig még nem értük el őket. A villamos egyébként az egyesületnek köszönhetően 10 évvel ezelőtt került Pécsre. Most úgy tűnik, idén november végéig elszállítják a városból vissza Budapestre, ahonnan érkezett. Az ország minden pontjáról érkeztek kirándulók a hétvégén a zselici gyalogtúrára. A kaposvári Zöldpont Életmódklub szervezésében csaknem 200-an vágtak neki a domboknak. És akkor itt felmegyünk ezen a honhon, elmegyünk a négy testvérforráshoz, átmegyünk majd a Vackortanyára. Indulás előtt még a térképet nézegette és az útvonalat tervezgette ez a baráti társaság. Azt mondták, szeretnek kirándulni és a természetben lenni. Nagyon szeretek túrázni, körülbelül havonta 1-2 alkalommal veszek részt túrákon, néha túraversenyeken is, az én évente ritkábban. Általában teljesítmény túrákat részesítem előnyben. Itt nagyon jó a társaság, mindig szép új helyeket lát az ember, és egy jó edzés is. Friss levegőn van, testnek is, léleknek is tökéletes. A teljesítmény túrára fiatalok is érkeztek. 4-en beszéltük meg, hogy jövünk a túrára, a 20 kilométeres távot választottuk. Azt hiszem az a középtáv, van egy rövidebb, meg egy hosszabb is. Hát egyébként már régen nem túráztunk együtt, így próbáljuk emlékezetessé tenni. A zselici gyalogtúra a Zöldpont Életmód Klub hagyományos őszi rendezvénye, amelyben a kartográfia kupa utolsó előtti kihívása is volt. Ez egy versenysorozat Magyarországon, teljesítménytúra a versenysorozat, utolsó előtti forduló vagyunk, ezért az ország minden részéből, tehát Kecskemétről, Budapestről nagyon sokan jöttek. Hát előtt 150-en neveztek előre, sajnos a rossz idő az kicsit visszavett a kedvből, de talán 100-an leszünk a túrán,
4 távot indítunk, a 36 kilométeres az egészen a Csillagparkig elmegy. A szervezők ezek mellett egy 28 kilométeres, egy 19 kilométeres és egy 12 kilométeres túrát is indítottak. A tapasztalatok szerint a koronavírus járvány óta egyre többen, egyre több időt töltenek a szabadban. A természetjárás Somogyban is egyre népszerűbb. Megyénkben több száz kilométernyi kiépített turistaút várja a kirándulókat. Megérkezett Kaposvár karácsonyfája a helyi Kossuth térre. A 13 méteres, 30 év körüli lucfenyőt egy kaposújlaki család ajánlotta fel. A megerősített tartóba helyezett monstrumot a következő hetekben díszítik fel. Kaposújnak egyik portájáról vágták ki a szakemberek ezt a fenyőfát, ami az idén a kaposvári Kossuth téren teremti majd meg az ünnepi hangulatot. Megtisztelő, hogy ez az idős fenyőfő Kaposvár főterén fog lenni, és ünnepélyessé teszi az embereket. Nem mindegy, hogy fenyőfő életében, hogy kivágják és elégetik, vagy időskorára feldíszítik, és örömet hoz az emberek szívébe. Az évtizedek alatt 13 méteresen nőtt tucfenyő délelőtt faragták bele a tartójába, majd körbeállványozzák, utána pedig feldíszítik. Új karácsonyfa talpat kapott ez a karácsonyfa, aminek az átmérője mostantól 30 cm helyett 50 cm, és a Kossuth tér alatt található több tonnás beton alapba is 60 cm helyett immáron 1 méter mélységben kapaszkodik bele ez a karácsonyfa talp. Így a rögzítésében abszolút megtettünk mindent annak érdekében, hogy ne csak gyönyörű, hanem nagyon-nagyon biztonságos is legyen. A drasztikusan megemelkedett energiaköltségek miatt ugyanakkor idén a nappali órákban nem lesz kivilágítva a város karácsonyfája, csupán a sötétedéstől az éjszakai órákig. Az első fények november 27-én, advent első vasárnapján gyúlnak majd fel. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Lázár János Szekszárdon átveszi az állam az úszoda beruházást. Országjárás kezdődött a héten, Tamásiba látogatott a miniszterelnök politikai igazgatója. Módosításra volt szükség, a helyi esélyegyenlőségi programon változtattak Bátaszéken. Az időseket köszöntötték Kétyen, az önkormányzat ebéddel és koncerttel kedveskedett a résztvevőknek. Csütörtökön eléri térségünket egy gyenge hidegfront. Erősen felhős, borongós idő lesz jellemző országszerte. A felhőzetből többnyire elszórtan fordul elő kevés eső. A Dunántúlon megélénkül az északnyugatira forduló szél, míg másutt gyenge marad a változó irányú légmozgás. Az esti órákban északnyugat felől szakadozni kezd a felhőzet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!